Ezek a fiatalok nagy érdeklődést mutatnak az állatvédelem iránt. Vitális Ágnes, a Pécsi Rendőrkapitányság megelőzési alosztály vezetője és munkatársai kellő információval látják el a jövendő gazdikat és azokat is, akik csupán kíváncsiságból látogatnak el a kitelepült rendőreinek standjához Pécs egyik bevásárlóközpontjában. Ma már törvény van arra, hogy végrehajtandó börtönbüntetés is kiszabható az állatot bántalmazóra. Ebben a kampányban mi fölkerestünk óvodákat, iskolákat, nyugdíjas klubokat, hiszen úgy tűnik, hogy az idősebbek egy kicsit másképp szocializálódtak még, és egy kicsit másképpen viszonyulnak az állatvédelemhez. Megpróbáljuk az ő figyelmüket is fölhívni arra, hogy a mai világban már mit jelent az állattartás, akár a haszonállattartás, akár úgy, hogy házi kedvencként tartanak állatot, mert sajnálatos módon azt kell tapasztalnunk, hogy nagyon sok esetben kell közbelépnie nem csak az állatvédőknek, hanem a rendőrségnek is. Most már ezt megtehetjük ugye jogszerűen, hogy közbelépünk olyan esetekben, ahol egyértelműen bűncselekményről van szó. Nem csak a házi kedvenceket tartókra vonatkoznak a törvény által szankcionált szabályok, hanem mindenkire, aki gerinces állattal kerül kapcsolatba, így a védett és a nem védett madarakkal való bánásmódra is. Ugyanakkor a felelős állattartást nem lehet eléggé hangsúlyozni, nem csak a bántalmazás számít bűncselekménynek. Sokan úgy gondolják, hogy úgy tartják az állatokat, ahogy ők akarják. Tehát amikor félméteres láncon látunk kutyát, fedél nélkül, tető nélkül, víz nélkül, élelem nélkül, akkor ugye ez egyértelműen állatkínzás. Nem csak az az állatkínzás, hogyha bántalmaznak, ütnek, vernek, rúgdosnak egy állatot, hanem az is, hogyha nem biztosítják számára az élethez szükséges körülményeket, a megfelelő körülményeket. A rendőrség akkor is segít, ha valaki elveszíti az állatját. A felmerülő kérdésekre, mint például milyen teendők vannak ilyenkor, milyen hatékony módszerre lehet keresni, ehhez megfelelő tanácsokat is kap az állatgazdája.